magari Vietnam in 200 torna anche per il che mercato c'ho dato farming simulato a prendere anche la zanbile ad euro chi va c'è sfida o c'ho che mercato resi vera mi meghi la c'ho quindi insomma ci dà l'idea che multiplayer bevonindi vo siate ecco vale a c'ho la cosa di che rock vinci tara capi ti sono perso la sala o se vera cosa che ho detto che ti ho detto che ho detto mi dà tutta la mente la detto io voglio giocare io voglio ma è venuto a dare un baita show che sta bisogno Serve baita, so chi per il miliard, chi cuoc. E maximale, se altro costa un catto, i semi anni fogliuc, ma regli all'ora, montot ni, igen. Io volevo nascere dopo. E schrazzo, figliette, cosa situazione ora condotta? Oh, il cane gli va a cinare, no? Hogy mondom is, hogy a 41-es földet meg fogom menni, és nem érdekel, hogy mi van rajt, le fogjuk darálni. Vásárlás 842 ezerre megveszünk, és el fogjuk vetni. Úgyhogy, oppá, mi a dolog. És indítjuk is Challenger-t, visszük is. Én előzőleg már megtankoltam, mert ugye elég macerás a tankolása, itt forgolódtam. Meg tudjátok nézni ezelőtti részhez képest, pont ugyanannyi üzemanyag hiányzik, mint amennyinek kell hiányoznia. Szóval nincs itt semmilyen trükközés, csak egyszerűen megcsináltam előre. Amit akarok még csinálni, az ugye most már nem kell kombány sehova, kizárólag ide. Mivel ugye arról beszéltünk, hogy a marhákhoz nem kell, a kecskékhez, amik birkák, oda se kell. Amik egyébként juhok, nem? A nem is birkák, juhok. Hogyha ugye nagyon szépen ez akarod megfogalmazni, igen, juhokhoz se kell. Nekünk, amire szükségünk van, kombányra is, meg vetőgépre is, az itt lesz. Ja, egyébként van itt krumpli, meg írtátok, meg írta egy nagyon kedves nézőm, hogy csináljam már azt, hogy a krumplit azt kicsapom, és vagyis leszedem, és akkor hú de jó lesz nekem, el tudom adni a krumplit, de igazából az nem éri meg nekem. Időpénz. Várjál, itt nem tudnék átmenni, most muszáj nekem ott átmenni. Menjünk ott át inkább, nehogy az legyen, hogy valami baj legyen belőle. Nyithatjuk is már szépen, búzával fogjuk vetni, aztán adjál neki Sándor. Vagy pedig azt fogom megcsinálni, hogy instant itt megindítom fölfele, és akkor az lesz, várjál, egy élennek legalább jó lenne, hogyha egyenes lenne, de rohadtul nem. Jó, középen megindítom, a széleket meg húzom majd a következővel. Az lesz, srácok, nem is tökölünk semmit. Már mehet is, gépi munkás. Isten áldjon, búzával már vetheti is a csávó, mint az őrült. Mi megjönni fogunk a következővel, ami nem is tudom, hogy mi van elé fogva. Mi van elé fogva, vagy semmi nincs elé fogva ennek, gyerekek. Ennek. Hoppá, elkapta ezért a csávó a húszvárnál. Várjatok, ő simán el fogja tudni húzni, ugye? De akkor ezzel megindulunk, aztán... Induljunk. És akkor ő vele meg megcsinálom a szélit, meg ilyeneket. Jó gyerekek, szerintem ez tökéletes lesz. Egyébként az a durva, hogy még a Challenger is kicsi. Még a Challenger is kicsi annak a gépnek sajnos. Hát nem egy tökéletesen van kivitelezve. Ezt viszont meg kéne tölteni. Oké, búzával és műtrágyával és műtrágyával tolassunk hozzá egy kicsit hátrébb. Igen, elég necces ez a... Úgy. És ezzel meg tudom csinálni akkor a széleket. Jó, mehetünk is, srácok! Aztán csapatjuk neki, mint az őrültek, oké? Mennyivel húz? 7-tel húz, 7-tel húz, csak a Challenger, semmi gond. Igen, jó, érkezik is egy emberke, de jó, Zeke nevezetű ember, és adunk is neki munkát kapásból, és meg fogjuk emelni majd a szerve létszámot egyel, amint megérkezett, aztán akkor még több dolgot tudunk csinálni. Nagyon szuper gyerekek, mindjárt emelem is egyből a szerver slot számot, és lehet jönni 1000-re. Üdvözlet Zeke, várjál! Szia, Zeke! Szia, Zeke! Csácsomi csötészt a csokoládé, és kár, hogy nincs voice chat még ebbe a verzióba. Csatlakozott, mindenkinek mondom, mindig egyből jöhettek a TS. Jó, reggel Vietnám! Vietnám! Na hát, mondjuk még nem nagyon tudom, hogy mit lehetne neki adni. Miben tudok segíteni? Vetés 41 föld. Testvérem.
Vetés a 41-esen. Búza! Nehogy véletlen rosszat legyen. Búza. Csak nagyba csináljuk. Éheznek a tikok. Éheznek a tikok. Na, Zeke, mi a helyzet? Aha. Oké, okay, mehetsz ezzel a géppel, én meg jövök, akkor átugrok a cselibe, aztán majd valami lesz. Úristen, a cseli az még nagyon messzi van, gyerekek. Az a baj, hogy más nincsen, amit igazából tudnék csinálni. Figyeljetek, a Rubikont kivisszük. Kivigyük. Igazából jó lenne még egy Rubi, nem? Azt mondom, én nem tudom, srácok, ti mit szóltok ehhez? Ja, egy szerver slot számot azt emeljünk, hogy valami legyen ma, nem? És akkor... Oké, okay, mentés. Na, csak akkor még tud valaki jönni. Jó, ő lesz a gyomírtós Rubi. Meg lehet, hogy még egy Rubit veszünk. És akkor lesz egy ízés. Trágyázós, jó srácok? Itt megyek át a legnagyobb lakba, gyerekek. A legnagyobb lakba. Na srác, az neki át? Jó van, szuper. Az vagy nincs több bizony, nincs több... Tudjátok, vagy mi. Mindjárt hozok még egy rubit, azzal meg szépen... Más fogunk csinálni. Oké, srácok. Hosszú van a csinegen, kóboroltam tovább. Ja, még egy rubikont veszek, mert azért az nem egy olyan rossz dolog. Igen. Gyerekek, ha figyelj, ha lúd legyen kövér kapásba, elvertük meg itt 480 ezeret, mert úgy jól érezzük magunkat. A srác az miért fordult meg? What the fuck csinálsz, testvérem? Ja, le akarja ezt itt, nagyon, nagyon akarja csinálni. Jó, nem baj. De egyébként én körbehúztam volna az a gépbe, de nem szólok bele, testvérem az úrba. Nyugodtan csináld, ahogy te jónak látod. Mindenki úgy csinálja. Figyeljetek, mindenképpen haladási van. Haladási MGTS. Ezt is kiviszem. És akkor lesz kettő. Ugye egyet belepörgetünk, kettőbe meg lehet csinálni. Két ember tudja egyszerre csinálni. Mint az őrültek. 41-eset... ha meg tudnák csinálni ebben a részben, az egy öröm lenne. Honnan játszasz, testvérem? Mindjárt megkérdezem nőre. Honnan játszasz, testvérem? Milyen megye? Megye vagy jön-e? Gyorsan lecsapott, srác. Gyorsan lecsapott. Most raktam ki Instára nemrég, hogy izéval. Majdnem mondtam, hogy szobámból. Az a jó válasz lett volna egyébként. Ja. Nyíp a nyimáj. Hoppá, meg kéne tölteni, nem igaz, gyerekek? Amúgy nyugodtan húzhatod körbe. Komárom, Esztergom, na hát az nem így van. De talán életemben nem voltam ott, apám. Komolyan mondom. Van egy-két vegye, így kimaradt teljesen. Gyerekek, tudjátok, mit kéne? Ezzel bemenni egy ilyen olba, vagy valahol befér, azt kinyitani. Oké, megyek körbe. Nyugodtan húzhatod, mert ugye már hiába beszélek, neki tudok. Mert ugye akkor a Challenger meg oda-vissza elszórakozik vele. Mindjárt ránézek, hogy mit csinál. Mert a Cseli az meg már jön vissza, ez tök jó. És akkor ugye a körbehúzást azt megcsinálja valaki. Akkor boldogság, vagy öröm boldogság. Az Eke, az egy név. nem, Keeper. Nem név, baze, izé, szám, nem? Az mi, várja, ezeket a dobozokat mindig meg kell nézni, hogy mi a szarok, mert nehogy véletlenül, hogy ezeket egyre jobban maradnak itt. Ez pont izé, nem, ez pont műtrágya, úgyhogy ezt
szépen a Keeper már szeri is fel onnan. Meg ott is megnézzük, hogy mi van, azt mindig ezeket el kell használni, mert baj lesz ebbi csak. Folyik, hogy trágya. Yeah, gumibu van-e? Az meg ilyen zselé. Ezek lenni, tűnjenek el, ugye minden kevesebb ilyen object legyen a mapon. Nagyon király, végre van segítségem, gyerekek, nagyon jó. Ezt én is már jövök, ám mindjárt dolgozok valamit. Az a baj, nem akarok több gépet venni, nagyon sokat, érted? Na most azért van az, hogy ugye kicsit volt idő. Figyeljetek, kombájnokat ki tudom hordani, ilyesmiket. Egyszer akkor meg lehet indítani, meg igazából, jó, ezeket meg lehet itt oldani. Figyeljetek, nem muszáj nekem bemenni, itt óralt megkipróbáljuk ezt az utat, jó? Az utat? Hoppá, várjál, nincs megtörve teljesen. Gyerekek, ez a szöcskével én itt eljárkálok, hallod, a csávó meg dolgozik. Szegény Zeke. Zekeriás. Jó, akkor ez a folyik, hogy műtrágyák van, izeim, nyomírtunk, akkor szépen le lehet ezt küldeni majd gyorsan. Az a lényeg, a vetés legyen meg minél hamarabb. Figyeljetek, van 500 ezrük még, az baráti, de ugye, hogyha a tyúkok beindulnak, akkor lesz annyi, mint a sár, annyi pénzünk. Úgyhogy ez egy hasznos dolog lesz. Jó, ez az út, ez nem lett tökéletes. Annyi tikhol van itt, egyébként azért lagol, ugye, nem tudok vele mit csinálni. Tök mindegy egyébként, hova állítod, vagy mit csinálsz vele, itt laghegyek vannak. Na, a cserit át kéne vennem, mert úgy látom, hogy ez bele fog bonyolódni ott, majd mindjárt. Pont jókor értem ide, ezt már nyitom is, aztán majd indulhat ez is a testvérével együtt. Ez pont jó. Oda néz a gyerekek, tökéletesen elindított a Keeper. Jaj, de jó, ez pont le fog jönni, a cserivel mondja, csinálok valamit. Ó, hát ez nagyon jól sikerült, nagyon jól sikerült. Figyeljetek, ez nagyon gyorsan el fogjuk vetni itt szerintem. Ó, tökéletes rácok, oda nézzél van, mekkora rész el lett így verve. És nagyon gyorsan nyomok egy H betűt. Úgy. És lehet, hogy vissza kéne tolatni, mert itt az a tuskó, bár ezt ki is vághatnám ennyi erőbe. Nem mondod bazze, hogy ezt nem idejönted el, nem betetted el, majd akkor mindjárt elhúzom így fél keresztbe. Egy, de zső. Pont azt a végét kezdi elemelni, amelyiket nem akarom, oda nézzé. Emeld már a másikat is, testvérem, na végre. Oké. Okay. Viszünk minden piros hetest, ne vicceljél. Jó. Azt csinálom, hogy V, B. Ezt belehúzom, aztán onnan meg már mehet szépen fölfele. Hát tudod, ezért jó, hogyha körbe van húzva, kicsi géppel, nagy gép az meg szépen edolgozza, nincs ez semmi gond. Kicsit tök jó. Remélem a másikat is búzára állítottam. Búza, ugye? Zeke, búzára vett, tök jó. Jó. Jó, akkor ez meg is indulhat. Nézzük meg, hogy hogy állunk. Figyeljetek. Ma elég sok. Az Eke az megy körbe szegény, mint az őrült. Rábíztam itt a lehetetlent, hogy azt nyomja körbe azt az egyeset. Ezt gondolom, ez itt mind a bokrot. Hogy azt a betyár, hát mit csináltál vele itt Keeper? Keeper tesó. Na, akkor megindulnak a izék is. Kombájnok. Szépen felsorakoztatom őket. Minél gyorsabban. Azt nem hallod? Azt írja, hogy lesz mit a tigokba aprítani, azt nem? Azt tudi? Sose érsz közbe. Sose érsz körbe, pont néz, most néztem, mekkora föld ez. Most értem a végébe, látni kell, láttam. Szegény. Szegény, megküldtem egyik körbe, gondolja a jó édes agyáltat azt. Nagyon jó. Fél üvegből elfogyott, mire ide értem. Hát ez nem csoda, hallod, ez tényleg hatalmas. De egyébként ez egy jó opció szerintem, hogy nagyvető, erre azért érdemes a nagyvető, meg a kicsi vetőben azért így elsarabolod a széleit, aztán kész, nincs egy legalább, tudod. Na, jó, ő a... Jó, épp hogy csak sikerült ki... Jönne onnan.
Na, figyeljetek, hát igen. A Challenger sajnos ugye itt a dombon nem szereti fölmászást. Egyébként lehet, hogy egy ezzel élvető elé, hogyha nem is nagyobb vetőt nem rakok be, meg kultivátort, viszont egy Big Bad, ha csak nem a legnagyobb, de a kisebbik verzió, vagy nem is a tripla kerékkel, de egy sima, szimpla, vagy dupla kerékkel, ugye azt nem is tudom, 1000 lóerő körül mozog, az lehet, hogy egy kicsit jót tenne ennek a vetőnek, mert az a baj, rettenetesen lassan húzzuk, 4-5-tel húzzuk gyerekek, ami ajjajjaj, és most meg is állt, mert itt meg akar fordulni, mert ugye nem nagyon szereti ezt a kiugrást ott, de majd a keeper mindjárt itt megoldja neki a problémát, elhúzzuk egy kicsit erre, aztán hadd menjen. Nincs itt olyan nagy probléma. Érdemes azért figyelni ugye a gépi munkásokra, mert amit tudnak csalafint a dolgokat csinálni. Itt szerintem, hogyha megindítom H-val, akkor már nem fog bele, nem fog fönnakadni a dolgokat. Na, igen, itt jön szembe. Zeke. Zekeriás, itt érkezik, megérkezett. Hát hol így egyébként Zeke, így szerintem így éri meg, nem? Szevasz, testvérem! Egy villogót csapjuk neki. Meg se látszik be az ekkora idején. Ekkora helyen. Ide kell a nagy gép. Ide jó nagy vető, basszus, írtam neki. Mit akartam mondani? Nem jön más, pedig van most még egy slot, ugye, de úgy látom, hogy nem nagyon akar jönni. Hát jó, van, most figyeljetek. Mi az a lag? Jaj, mi az a lag? Nehogy kifagyjunk. Nagyon szét van turva már ez a map egyébként. Na mi van, bazze? Mi ez a hatalmas lag? Gyere, ezekkel kivegy a világba, bazze, egy ilyen lagot levágunk. Nem, megfordult, jó volt, talán ő nem lagolt egyre. Látjátok egyébként itt akadás már nincsen, hogyha elmész oda a tyúkoktól. Ez a tyúkok azok ott azért teszik a dolgukat. Mit tudom én, hány ezer darab, 10 000 darab tyúk azért kicsit lagoltatni tud. Ja, szuper. Egyébként itt mellettünk milyen izai van? Milyen terület van? El van vedve, 32-es, ez volt az ab, nem, repce, jó van, le van szarva a repce, akkor gyerekek. Semmi gond. Jó, ezt nagyon gyorsan belepörgetünk az időbe. És akkor szerintem ebben a részben... Azért az combos, ja. Igen, ez kell. Enélkül itt megőrülsz. Enélkül vető. Ja, lehet, hogy izé tudnánk vetni, azon gondolkoztam itt. Megpergeted, mint a retikült. Beleférhet. Ha jöhetne még valakit, emberek egyébként. Várjál, most kiveszem. Nyomok egy védbét. Aztán lehúzom keresztbe ezt. Zalán meg tudja talán akkor a maradékot csinálni. És akkor így gondoltam, és akkor ott meg visszajövünk. Vágjátok. Hát ott milyen jó, megoldottuk? Ugye? Zalán meg pont le tudja fogni. Azt hiszem, hogy azért alakul a molekula, úgy érzem. Itt meg mindjárt belefogunk még egyszer. Úgy szépen ráfordulunk. Ahogy köl. Úgy. Kicsit bejebb, még bejebb, most már tovább nem. Így. Mert is szerintem nyomok egy hát neki, azt Isten áldjon. Oké. Figyeljetek, nagy föld, viszont nagy eszközökkel lehet szépen dolgozni, oda nézzetek, elég jól lehúztuk. Jó, ott még van alul Zalán, vagy Zalán, miért Zalán mondok? Ezeket. Na, nézzük, mi a szitu itt még. Egyébként tök jó, hogy el van szeparálva. Itt van egy telep, megint van egy telep. Ez nekem nagyon bejön. Ugye a falu környékén fel is hoztátok, hogy olyan gáz, hogy a faluban is ott izé van. Na Bálint, jaj de jó Bálint. Nagyon szuper. Megérkezett még egy játékos. Mindjárt szinkronizálunk egy nagyon gyorsat. Többet lehet, hogy nem fogok, mert igazából nem is nagyon lenne nekik munka, értitek?
És akkor inkább azt kellene, hogy akkor ezt mindenképpen ebben a részben megcsinálnánk. Figyeljetek, tyúkoknak megvan oldva akkor egy darabig a kajájuk, ami azért jó lenne. Szerintem, mit gondoltok, srácok? Így gondolom, úgy gondolom, hogy így érdemes lenne. Ki is hozhatja szerintem Bálint a kombájnokat 41-eshez. Majd megmondom neki, hogy, hogy hozza ki. Aztán akkor egyből lehet őket indítani majd. Nem lesz vele gond. Szia Bálint, írjunk neki. Szia Bálint! Csókolom! Hello, hello! Figyú! Már a 41-hez. Ki hoznád a 41-hez a... Ura részletek! Meg is vagyunk akadva itt már, meg nektűbb, mert a verda. Meg kellene nézni egyébként, hogy... Mert ugye lehet javítani őket itt is, hogy ezek a gépek, a cseli... Akkor ugye lesz itt egy ilyen javítás funkció, hogyha szarállapotban vannak, úgyhogy itt meg tudom nézni, de nincs szarállapotban. Ez sincs szarállapotban, az sincs szarállapotban. Köszönöm, uram! Köszönöm, uram! Tökéletes. Na nézzük, Júj szegény, júj szegény, júj szegény. De viszont megcsinálja. Zeke, aki nem... Csirketelepről? Aha. Három van benn. Csirketelep mögött van híd. Megírtam neki, lehet nem nézte az utolsó részt. Aztán akkor, hogy ne körbe menjen. Jó van, gyerekek, figyeljetek, meg is lesz szerintem ez, hallod? Nagyon gyorsan. Azért így lehet haladni. Meg igazából az is jó, hogy nagy föld, érted? Hogy nagy föld, nem az, hogy kicsit keveset, sokat kell forogni rajt, állandóan fordul a gép, akkor meg ugye tök... Jaj, viszont most mi? És miért álltuk meg? Ha-ho-ho! Ilyenkor azért közbe kell lépni, azért kell figyelni erre. VB, aztán menjünk tovább, majd a Keeper papa itt veret ide ki. Oké, hát figyeljetek, ezt a izét, ezeket meg kell csinálni, ezt a területet. Most azon gondolkozom, hogy visszaforduljak-e? Azon a soron vissza kéne fordulni, aztán az jó lenne nekem. Látjátok, egyébként ezért nem merek több embert behívni, mert ugye nem dedikált szerver, saját magam gépéről futtatom, ahogy is szét van turva már a map, nagyon durván. Ott meg is érkezett Bálint a New Hollanddal. Tudom, hogy a hír az nem tökéletes, oda sorba berakja, akkor jó. Oda tökéletes. Oda sorba tökéletes, írtam is neki, jó van. Szuper. Na. Ja, igen, ugye, hogyha még több slotot engedélyeznék, akkor még jobban lagolna, és akkor egy idő után mindenki számára nem élvezetes. Annak a számára se élvezetes, aki éppen bejönne, mondjuk hatodiknak, mert oké, hogy bejön, de diavetítés nézi végig, annak szerintem nem sok értelme lenne. Én úgy gondolom. Jó, gyerekek. Akkor figyeljé, most akkor a VB, aztán már mehet is fölfele, hát fölfele sajnos nem annyira fogunk repdesni, de figyeljetek, mindjárt el van verve a föld. Ha mondjuk a mindjárt az még erős túlzás, de jó lesz ez szerintem. Figyeljetek, még maximum kettő húzás itt ezen a soron, a másik oldal megvan, ott van még egy csík, de valószínűleg, hogy Zeke is, mindjárt neki veselkedik egy másik helyzetnek. Mindjárt nyomunk egy hármas gombot, azt megnézzük Zeke merre tén fereg. Mindjárt ránézek. Nézzük Zeke. Igen, Zeke húzza ott a szélét, úgyhogy jó van, figyeljetek. Az a lényeg, hogy fogy.
Tök jó, szerintem jók vagyunk. Szerintem, gyerekek, ebből aztán lesz föl. Hát szóval, milyen megy el? Bálint hallgatag ember. Meg elterettem egy kicsit. Képzelj, Györmoson Sopron, wow. Pont, tegnap is pont egy Györmoson Soproni-val játszottam, ugye, amikor multiplayerbe voltam, 22-be. Ma is tervezek egy olyan részt mindenképpen fölvenni. Azt úgy élem. Na, gyorsan, azért gyorsan megy. Mosom Magyaróvár, arra valamint egyszer voltam. Voltam Mosom Magyaróvár. Az várjál, mi is volt az, milyen falu alatt van? Fú, az -e. Egyszer voltam ott. Nem jövök rá, hogy... Valami csévet is városban fölötte. Hát ezt jól megmagyarázom. Csébet is város. Csorna, az nem Csorna. Csorna alatt. Az, úgy emlékszem, Csorna alatt van. Aztán lehet, hogy hülyeséget, de lehet, hogy keverem, de valami arra. Felett? Ja, felett. Joe lakik arra. Banános Joe. Országhatár, jaj, bazze, akkor nem tudom, akkor jó, nagyon összekevertem. Megmondjátok, milyen noob vagyok, mi? Amúgy is megmondjátok, nem kell ahhoz, hogy hülyének lenne földrajzból. Jó, hát figyeljetek, ez gyorsan megy ez a meló. Rá kéne nézni Bálint, hogy hogy boldogul. Hát kihozott mindent is, szerintem. Jöhet, akkor... Ja, nem tud kamiont kihozni, mert nincsen. Itt van Bálint. Nem tudom, milyen... Igen, az is jöhet. Az is jöhet a Kraz. A Kraz is jöhet, nyugodtan. Mindjárt... Talán. Jobban megy, mint egyedül. Írtam nekik. Nekem már kicsit barázdás a csirketelep. Más is mondta egyébként. Igen. Beágyás levetett része. Ja, vannak érdekes dolgok. Hát jó, ezt a mapot elég szépen kinyírtuk. Nem tudom, nagyon sokat gondolkoztam egyébként, hogy kicsit földobhatnánk ezt a mapot, és ezt lehet, hogy előre fogom vetíteni, vagy pedig fogok róla csinálni egy videót, hogy mit szólnátok ahhoz, ez nagyon érlelődik bennem, hogy... Ibaze, az pont nem... Jó, az ott rohad meg, úgy lesz az. Mi lenne az, hogy az összes gép, ami van nekem, és az összes pénzemmel együtt, átmehetnék mondjuk egy másik napra. Tehát mondjuk egy ilyen amcsi nagy dög mapra, értitek. Az összes a telepekkel, meg mindennel át tudnék pakolni. Szerintem így a játékot is feldobná. Mármint, hogy mondjam, érdekesebb lenne, nem ugyanazon a mapon lennék. Konkrétan így költöz. Húzd befele szélét, igazítom. Oké, köszi. Nagyon fasza. Nagyon jó. Mindjárt pörög az idő, és permetezés.
Na. Mondjuk akkor a vetővel azt a két csorbi. Szegénynek nem vagyok sokat. Jó, koszosok lettek a gépek, gyerekek. Hey. Jó, mert ezt a gép... Ja, sárga hátival nekiállok, akkor kevert be az anyagot. Lol. Ezt a lolt egyébként használja még valaki? Én nem tudom, ilyen őskocka vagyok, aztán még ilyen nem a MMORPG-k, ilyen WoW, meg ilyen agyom, meg ilyenekből így megmaradt a lol, aztán nem tudom, talán kicsit túl sokat is használom, annyira belém égett. Ja, évek olyan Popeye leszek, jó, az egyik kezed csak. Na, még a másik, még a jobb szélen marávizé, még a jobb szélen mangond, hogy átkömennünk. A izé srác, ez mit csinál, Bálint? Rubikon 90-ben ül már, szerintem, már rá van készülve. Aztán hadd szóljon. Igen, egyébként, hogy mondták többen is, hogyha belépnek, akkor olyan más a map. Jó, szétcsesztük. Úgyhogy azon gondolkoztam tényleg egy ilyen USA-ba átköltöztetni a céget, vagy valami ilyesmi. De erről valószínűleg csinálok egy külön videót. És igazából nem csalnék semmit, tehát mondjuk kiszámolnám, hogy hány hektárnyi földem van itt, annyi hektárom lenne ott. Vagy pedig akkor eladnám itt a földeket, és akkor ott kellene venni, értitek? Hogy szóval nem szereznék vele semmiképp, csak más. Átköltöznénk egy másik helyre, olyan, mint hogy átköltöznék egy másik országba. Annyit, hogy az állatokat, azokat át tudjam telepíteni. Ezt én megcsinálom gameplayen kívül, tök egyszerűen nem lenne belőle semmi gond. És tök frankó lenne szerintem. Szerintem ez sokkal érdekesebb lenne. Mindenképpen egy új szint inne a játékba. Ezt a mapot már egy töviről hegyire mondjuk, hogy ismerjük. Gyakorlatilag újrakezdés lenne egy más országban. Szerintem ez böszme jó lenne. Én úgy érzem. Én úgy gondolom, hogy ez nem lenne egy rossz dolog. Na hát ezt így most megkapatti pont ugyannyira, nem olyan egyszerű, mint amennyire akarja az ember. Szegény srác pont nem fogja tudni lefogni. Mondjuk az nagyon kicsi ám az a vető ehhez képest. Az nem egy kicsi vető, de ehhez képest kicsi. Á, nem kis pályázat, az kihúzta az útra, aztán Isten áldjon. Néha meglepődök. Mindenki egyébként tök máshogy csinálja ugye ezt a játékot, máshogy játszik, mert más a játék stílusa, és tök jó lehet tanulni egymástól, mert nem is tanulni egymástól, hanem így rácsodálkozni arra, hogy máshogy csinálja. Na, akkor azt csinálnánk mondjuk, hogy az összes gépünk, ami fölírnám, hogy milyen gépeink vannak, azokat át tudnám pakolni arra a mapra. Az ólakat föl, 20 darab ilyen ólunk, mert nem egy olyan bonyolult. Amit figyeljetek, így rávertem azon kívül a területekre, meg minden az. Mondjuk eladnám az összes területet, és azt elköltenénk egy másik mapon. Erről csinálok egy külön videót, mert lehet nem néz végig minden részt mindenki. Hogy én úgy érzem, hogy ebből lenne egy érdekes dolog. Nekem ez a map úgy már úgy annyira így kiért, úgy ért, lefőtt a kávé, értitek, nem? Hogy ez a map, ez már így mindent így elértünk benne. És akkor azt csinálnánk, hogy mondjuk tényleg a tyúkolakat kihasználnánk teljesen, leürítenénk, hogy mondjuk ezt behordom, és akkor lesz egy kis tőkénk, eladjuk a földeket, az összes földet, a tyúkolak azok kerüljenek át, mert ugye ott egy kicsit azért máshogy működne a dolog. Na, Bálint már itten héderezik, igen, jó, jövök. Na, áll meg, Sanyi. Ezt le tudja húzni a srác? Le is tudja húzni. Ó, de jó. Oké, mindjárt mehet az idő. De jó, hát ezt összecsukom, aztán én ezzel már nem fogok idejönni, vinkódni. Az jó, de jobb állt a fizék mellé. A fák mellé. Figyeljetek, ezt valahova próbáljuk elhelyezni. Elhelyezzük ide, bemegyünk ide. Megpróbálok itt átmenni. És igazából nem is érdemes elvinni minden, érted? Most, ha csak nem akarom megcsinálni ugye a többi földet ott. Na. Oké, gyerekek. Pöröghet az idő. Pöröghet az idő.
Megvan az egész, ugye? Gyerekek, azt hallod, milyen szépen megcsináltuk ezt, na ezt. Ezt így dicséretes, ez gyönyörű. Jaj, nem jó 120-ra tudunk csak pörgetni, mert ugye nincsen benne izé a dev mód, sajnos. Nem tudok elbújni adta. Ej, de szar. Rubikon! Mert pörgetem. Csak 120 van. Csak 120 van. Rohadt életben. Meg még aludni is lehet itt. Mi a franc van itt? Ilyen ideig vannak, ilyen... Gyökerek! Ó, te nem férsz át. Lehet a multiban tűntő? Nem, egyébként kivettem, mert... Valamikor így elkezdenek repkedni a srácok, aztán nem nagyon örültem neki. De hát nincs semmi baj abból. Aludni lehet. De multiban nem lehet, nem? Lehet multiban? Úgy gyerekek, egy kicsit sötét lett. Lehet aludni multiba? Már akkor kéne venni egy farmádat, nem? Hát erre nem számítottam, hogy farmádat fogok venni, gyerekek. Nincs valami olcsó. 100-ba kerül. Ezt most megvettem, vagy mi? Most ez, hogy hogyan működik ez? De jó, hogy nem látok semmit te. Szöcsél! De ez... 40 ezer toalett. Az is farmháznak számít, ez úgy jó. Na várjál, valahol rakjuk le egy farmházat, aztán csicsikáljunk egyet, jó? Mondjuk... Mindjárt. Te. Megvan itt. Yeah, tényleg lehetett bazza. Valóban. Na, még egy kicsit pörgetünk az idővel. Nem vagy fáradt? Ó, hogy rohagy meg, akkor lehet, hogy volna tovább is. Na. Pillanat, bocsánat. Felmetezzetek le, találok addig valami elfoglaltságot. De várj, ez még nem gyomos, tesó. Ja, mondjuk lehet, hogy neki a izai van. Na hát, egyébként ezekbe a járművekbe beleszállni egy élmény így. Na. Folyékony trágya, de ilyenkor számít, hogy előtte csinálja, vagy utána csinálja? Nem hiszel el, hallod. Ott van egy tuskó pont előttük, komolyan ettől vadulok meg. Ez a... Nagyon izgalmas voltak ezek a magkészítők. Mindjárt megmondom neki, hogy esetleg a kecskékkel van kedve foglalkozhat. Csak próbálok beszállni ebben a rohadt Rubikonba egyébként. Na. A, az átrakó kocsi. Gondolod, az átrakót kihozhatod? Na jó, én meg akkor permetezek, ugye? Ellenre.
az időbe, nem tudom, most egy kicsit megállítjuk az időt, jó, srácok? Aztán majd valami lesz. Oké. Okay. Jó. Ja, az átrakót azt ki lehet hozni, ez mindenképp kelleni fog, de lehet, hogy csak a izé fogja tudni, lehet, hogy csak a Challenger fogja elhúzni. Meg is jön neki. Lehet, hogy csak a Challenger tudja. Mert a fent az lehet, hogy nem fogja tudni elrángatni szegényt. Ja, izét, füvedik egyébként közben Zeke. Nyomja a izét, nyomja a kaszálást, ahogy látom, valahol lent. Aha, itt van a... Ja nem, a Hitachival izé tisztítja az állatok alját. Tök jó, köszönöm. Nem tudtam írni, hogy az a Hitachi micsoda. Aztán rájöttem, hogy mi. Köszönöm. Egyébként ez a költözünk el dolog szerintem iszonyatosan jó lenne. Valami olyan mapra, amelyik teljesen szögesen ellentéte ennek. Legszívesebben ilyen... izére gondolnék, ilyen amerikai ilyen Outbreak mapra, vagy valami hasonlóra. Sőt, lehetne azt is csinálni, hogy a csirkeólokat is eladni, de az a baj, a csirkeólok eladása az egy kicsit olyan nyűgös lenne. A csirkeólok a csirkésektől együtt azt tudjam áttelepíteni. De ne az legyen, hogy eladjuk, és akkor utána meg megvenni, meg akkor megint venni csirkéket, az elmegy érted öt rész, amire megcsinálod. Azt így gameplayen kívül tudjam megcsinálni, hogy az konkrétan az ólak, az állatok azok legyenek el átpakolva. Én szerintem az úgy lenne a tökéletes. Úgy gondolom. Mit gondoltok? Majd ezt, erről írjatok majd véleményt, léci. Ó, köszönöm Bálint, jaj, de nagyon király vagy, hogy félre süttyöntem. Jaj! Szuper, ó, jó. Jó, nem megyek én itt. Nyomok egy ilyen, öppá, hát ez... Neki mentem a löszfalnak-e? Kifiszkálom a búgó gerléket annak. Vagy mi a túros rétesek azok. Jó, mert ő neki azért látja jobban ugye, hogy meddig van megcsinálva, mert ott el van így szonnyadva a fű, azért gyöp. Keeper meg egy kicsit. Viszont azért én is látom, hogy meddig van. Ó, de jó, ezt jó csinálni, jó. Élem, gyerekek, viszont tényleg egy elköltözést azt nagyon élnék, úgyhogy az írjatok, hogy azt megcsináljuk. Nagyon jó mapok vannak egyébként, tényleg ilyen, vannak ilyen Ausztrália, meg USA, tudjátok, amin ilyen nagy lapos földek vannak, sokkal érdekesebb lenne. Sőt, azt hiszem, van egy olyan Ausztrália is, ami ilyen sivatagos. Úgyhogy teljesen más a föld, más éghajlaton is játszol, és az szerintem az ilyen tök fun lenne, hogy egy egész máshova költöznénk. Úgy feldobná a sorozatot. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen. Ugye 1 milliárd euró kihívásos dolog, és akkor tényleg egy költözés lenne. Az összes gépet átköltöztetnénk, az összes jóolat átköltöztetnénk, a földeket aladnánk, és abból tudnék venni otthon, ami ott megint ki kellene találni, ott megint egy egész új dolog lenne. Hú, ez így élném. De erről csinálok mindenképp egy külön videót. Szerintem az így frankó lenne, baba lenne. Hát ki, gramra kiszámolnánk mindent. Tényleg nem kellene gramra kiszámolni, az összes gépet átraknám. Arra a mapra megnéznénk mindent, minden eszközömet, minden gépemet átpakolnám. Minden ólat átpakolnék, meg a pénzem, ami van a földek eladása után. És akkor... Ugye... Tényleg euróra pontosan ki lehetne számolni, hogy mennyi pénzem lenne a másik napon. Ami szerintem az tök jó lenne. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogadjátok. Majd írjatok rá, nyugodtan ez alá a videó alá is jöhet a vélemény. De fogok majd róla egy külön videót is csinálni. De nyugodtan jöhet, hogy mit gondoltok erre. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet lenne. Tényleg bozna be egy kis izét. Egy ilyen feature lenne a sorozatba. Egy fordulat! Jó, nem olyan
Sokáig tart. Hát még jó, hogy vettem még egy ilyen Rubikont, mert különben azért lehet ittem makizni gyerekek, nem? Azért borzalmasan nagy meló. Fúristen! Mennyire szép. Meg, megmondom őszintén, kicsit harapós az a map, kicsit nagyon szétcsesztük. És akkor lehetne az, hogy talán ott jobban is működnének a dolgok. Egy nem ennyire kaotikus mapon, hogy mondjam. Értitek? De hát ez nem biztos, hogy most lehet egy másik ország, mármint lehet egy ilyen hasonlóan kaotikus map, én benne vagyok mindenben. Csak az, hogy viszont azért lenne jó egy ilyen másik ország, egy ilyen vagy Ausztrália, vagy Amerika, mert az egy ilyen teljesen más jellegű lenne. Egy éles módulat lenne az egész. Ú, de nagyon-nagyon most ebbe beleéltem magam, hogy ez tök jó lehet. Ez most valahogy tetszene nekem. Na. Nem fog elfordulni, aha. Belevertünk. Egyébként körülbelül elég is lesz a folyadék. Nem 100%-ig mondom, de azért elég jól. És azért nézem, ami egyébként ilyen föntről, mert itt tök látod, hogy meddig van lehúzva. Hát így most ugye tördelném le ezeket a kiálló konzolokat, két oldalt, hogyha így viselkednék, de hát... Hál' Isten, ez csak egy játék. Aztán ez nem történt meg. Na, itt meg. Na, gyerekek. Hallod? Bassza, nem látszik. Nem látszik, hogy meddig csináltad meg, mert a srác ugye meg átszínezi ilyen másik színűre. Úgyhogy ezt mindenképp mapon tudom megnézni. Most annyit csinálok, hogy itt visszamegyek. Nem látszik meg, látod? Visszaküldte izére, visszaküldte ilyen halványra. Úgyhogy ez most egy kicsit ilyen necces. Úgyhogy elmegyünk itt föl, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Hogy még ha valahol kell, akkor majd esetleg utána javítunk. A bal oldalt próbálom húzni, figyeljetek, hogyha nem hibátlan, akkor annyi, az se baj. Mert ugye úgy működik, hogy én átszíneztem sötétre, de a srác, ahol még egyszer elment, ő meg átszínezte világosra, ugye a gyomírtásával. És ez így most el egy kicsit érdekes szituációt szült. Úgy kellett volna, hogy mögöttem megyek teljesen, akkor ugye láttuk volna. Mégis, hogy működik itt. Na, itt viszont el tudok menni erre, itt látni, bal oldalt ugye látni, hogy hol mentem. De ellentétben szerintem én is kicsiszeg vele. Nehezen látni meg, de várjatok, mindjárt megnézzük a mapon, jó? Mindjárt ránézzünk. Jó vagyunk szerintem. Jó lesz ez. Hát jó van, nem is perfekt most. Az a lényeg, hogy a, mit tudom én, egy 90%-a már jó, akkor azért elég nagy vetés, hozam, növekedést tudsz elérni tovább, hogyha most nem 100%-osan csinálod meg, annyi baj legyen. Azért látni, hogy itt kimaradt, ott kimaradt, ott, de őnek is egyébként kb. Pont ugyanott maradt ki, de mondjuk a gyomosodást kikapcsolom. Nem, nekem jó, én elég jó húzom, őnek ki talán egy kicsit. A gyomosodásnál ugye vannak itt ilyen hibák, de hát azt most senkinek nem lehet fölróni, mert tök nem látni. Tök nem veszel észre. Szegény Zekének még nincs munkája. Hát látjátok, testvérek. Ennyi az élet. Na jó, van, én a közepét lehúzom, aztán már úgy nagyjából meg is vagyok. Ja, most itt egy fölöslegesen húzok. Na, fordulási. Ugye? Így. Azt nézem, hogy... Ha, jó. Jó, inkább menjünk, lógjunk át rá, 36%, ő 35%-ök. Figyeljetek, ezeket a Rubikonokat, ezeket erre találták ki, ahogy látom. Ugye? Ő neki a gyomos dolga. Nézzünk rá. Igen, körülbelül ő is ugyanott tart minden. A közepen van neki hátra. Jó, mindjárt megvan. Igen, ez az elköltözés, ez tetszik. Ez tetszik.
Mennyi idősek vagytok ám? Tizenkilenc, Bálint. Oké, itt meg már. Itt meg már jó, én ki is megyek oldalra. És akkor ezt a csücsköt megcsinálom. Az a baj, most már itt tényleg csak a mapra hagyatkozhatok, annyira össze-vissza van az egész. Úgyhogy itt kell valahol fordulnom. Ugye? Jól látom, aha. És akkor erre. Jövőre már öregnek számítok. Már most is? Köszönöm! Köszönöm, 5 perc és aratás már. Na, itt meg már kísérünk. És akkor már csak egy csikot kell húznom. Jó. Nem tudom, hány órája megy a gameplay, gyerekek. Nagyon rá tudok függni egyébként. Na nézzük meg, hogy HB hol vagyunk. És akkor megpróbáljuk lehúzni egybe ezt a csikot, már aztán nem lesz a melegom. A gyomosodás az hogy van? Szerintem végig, igen, Balint végig lett is, de jó. Hoppá, itt kellene nekiállnom, én nekem meg itt meg már túl megyek. Na mindegy, figyeljetek aztán, hogyha lesz még egy kicsi hiba, akkor meg ott rohadjon meg. Ja, jó van. Részemről végeztem a perverkedéssel. Igen, látom, köszi. Szuper, hát a Keeper meg itt szenved. Jó. Hogy próbálja eltalálni, hogy mégis hol kellene mennie. Pörgetek is. Pörgetek is, gyerekek, pörgetek is. Figyeljetek, pont eső lesz, hallod? Jó, aztán ott kimaradt egy kis rész, annyi baj legyen. Ja, hát kb. Ezt a vonalat követek, akkor jó lesz. Oké. Okay. Megerett az eső, no problémo. Egyébként aludni az csak a szerver tulajdonos tud? Mármint ugye, aki hostolja a szervert, azt gondolom úgy van. Nem így bárki. Ezeket pont ide találták ki, gyerekek. Ezeket a rubikonokat erre a földre tökéletes. De ez egyébként hatalmas ez a föld. Hatalmas. Na, aztán húzhatunk vissza. Oké, meg is történt az esemény. Nagyon gyorsan. Tök jó, szuper. Akkor igen, pörgetek az időben, megpróbálok aludni majd mindjárt. Nagyon agyalok, hogy ezt most lehet, hogy be se viszem, hanem inkább mindjárt megpróbálok aludni egyet. Aztán talán valami lesz. Érdekes, figyeljétek. Oda valószínűleg át se lehet már menni. Arra a részre, ugye? Vagy oda át lehet még menni? Nem, erre kíváncsi vagyok. Nem, ide már nem lehet átmenni. Ott olyan, mintha lenne egy földúg, de nem lehet egyébként. Na. Próbáljunk meg aludni egyet, hogy talán akkor megy az idő. Nem vagyok fáradtak. Ej, tehát nekem örülök. Zeke megérkezett, azt a betyár. Ruga verde, hallod? Csühű! Megjön, ja, ő hozza a Rubikot. Keeper az ott hagyta, mint Eva szarát. Vagy hogy szokták mondani. Mehet egyből a gabona majd a tyúkokhoz, jó? Aha, jó úgy. Nem tudom mióta megy. Mióta megy ez Zeke?
Te leinstall az időt. Emlékszem egyébként tényleg, hogy mi volt a megy. Itt mi történt? Mi van ezzel a gárdával? Jó, ez ide van cseszve. Full lövésem sincs. Én sem tudom az. Én pedig mehet részemről. Jó, csak a videó milyen hosszú. Most látszok, akkor lehet, hogy elbúcsúzom, hogy ne legyen olyan extrém hosszú a videó, és akkor a következő része várnak benneteket, folytatjuk a srácokkal a munkát, és tényleg ne legyen olyan nagyon hosszú, jó? Na, köszönöm szépen a figyelmet, csúmi csú!